Sziasztok, üdv mindenkinek, ez itt ismét a Binding of Isaac, ahol szeretnétek veled... Jó, ebben már is belezavarodtam. Szóval szeretnék veletek a környezettudatosságról beszélni. Például ez egy Tears Up, ami egészen kiváló nekünk. Tehát, hogy végre egy olyan item, ami azt mondom, nem azt mondom, hogy ez megnyeri nekünk a játékot, de nagyban hozzájárul ahhoz, hogy akár egy bossrást meg tudjunk csinálni. Szóval a környezettudatosság, meg környezetvédelem, meg stb. Téma, ami nagyon érdekes, hogy hát ugye sokunkba ezt már gyerekkorban belenevelik, hogy jaj, nagyon fontos, stb. És egyébként tényleg így van, tehát hogy nem azt akarom mondani, hogy á, semmi értelme ennek az egész dolognak, szóval ne foglalkozzatok vele, nem. Olyannyira ez mindennapos dolog, hogy ugye most az EU-ban készült ilyen határozat, ami jó kérdés, hogy mennyire lesz tartható, vagy mennyire fog működni. XL Floor? Nem. Az ott a shop. Wow! Wow! Oké, okay, shopba bemegyünk. Csak szép óvatosan, lassan. Igen, azt hiszem, hogy ez kell nekünk. Persze, hogy pókok vannak benne, mi más lenne? Oké. Okay. Lenne még egy bombám, nyilván akkor beleeresztenék még egyet, de van elég pénz talán a földön, vagy ha nem, akkor majd generálunk. Szóval a környezettudatosság jegyében ugye valószínűleg meg fog szűnni az EU-ban mindenféle műanyag dolog, ami nem azt jelenti, hogy jó, vége lesz a műanyagnak, csak az, hogy sokkal nehezebb lesz hozzájutni, nem fognak mindenhol nejlonzacskót adni, illetve hát nem tudni még, hogy ez hogyan lesz majd kivitelezve, de az biztos, hogy sokkal kevesebb műanyagot fog majd mindenki használni gyakorlatilag ennek köszönhetően, ami egyébként tényleg tök jó, mert gyakorlatilag sokkal kevesebb lesz a szemét. És miért jó az, hogy sokkal kevesebb a szemét? Hát nyilván azért tök jó az, ha kevesebb a szemét, mert kevesebb... Igazából mindenkinek jobb az, ha kevesebb a szemét. Most azt elkezdtem én csinálni, hogy... Ja, már volt egy item roomunk, és shopunk is volt, akkor viszont csak csináljunk néhány szobát még. Szóval én elkezdtem azt kipróbálni, hogy mi van akkor, hogyha nem veszek feldolgozott dolgokat, és így tovább, tehát hogy tényleg magamnak, hát nem azt, hogy magamnak állítok elő mindent, mert ez így nem igaz, de egy csomó mindennel úgy vagyok, hogy megveszem az alapanyagot, nyersen piacon, és megfőzöm magamnak. 15 cent. Jó, Sack of Sex, mostantól mehet. Ezt robbantsuk fel. Tudom, hogy nem Secret Room. És nagyon-nagyon sok időnk elment erre a szintre. De azt hiszem, hogy Sack of Sex-el meg fogjuk tudni oldani egy részét ennek a pályának. Ugye ez fog adni nekünk időnként egy szeket, amiben még több pénz lesz. És ez mondjuk boss rushnál például hatékony lesz nekünk, ha meg tudjuk csinálni. Na nézzük, kaptunk egy penit, az már jó, mert ha egyszer meglőnek minket, persze, hogy hauntot kaptunk egyébként első bossnak. Nyilván, ahogy azt láttátok, hogy már konkrétan negatív streakben van, ugye ez az előző runhoz képest ugye valami. Ez azért van, mert konkrétan játszottam, megpróbáltam megoldani így hasonlót, tehát hogy az a baj, hogy most gyakorlatilag restartolom a játékot, amíg nem kapunk valami jó itemet. Nem akartam még felrobbantani. Jó. Ez közel volt. Úgyni. Kaptunk egy speed up size down. Ez teljesen jó. Megyünk tovább. Szóval, hogy én így elkezdtem ezzel foglalkozni most kicsit, Are You a Wizard? Hát ez valami fantasztikus, ez ebben a szobában nagyon jó, ez a dealünk már nincs, és meg is haltunk. Szóval, akkor újraindítás. Majd valamikor dolgom lesz. Szóval...
könnyen lehet, hogy lesz majd egy ilyen nagyobb szünet a játékban, amit persze ki fogok vágni. Úgyhogy azt majd nem fogjátok így észrevenni. Azt mondom, hogy egyrészt nézzük meg ezt, másrészt meg próbáljuk meg ezt. Meghaltunk. Tehát érdemes a Cursed Room-ot, hát akkor ha már Cursed Room-mal kezdünk. Jó, meghaltunk. Szóval nekem az a tapasztalatom, hogy eddig mondjuk egy 60 literes szemetes zsákot, mondjuk ebben benne van a macskalom, meg ezt nem én egyedül, hanem ugye egy egész háztartásban termeljük. És... és szóval egy hét alatt olyan 60 liternyi szemetet termeltem meg eddig. Most azzal, hogy átváltottam erre, hogy akkor megveszek magamnak mindent, és tényleg nem az, hogy a bezacskózottat veszem meg, hanem piacon, viszek magammal saját zacskót, mert van. Ezzel a módszerrel így harmadára csökkentettem le a szemét mennyiséget. Tehát, hogy ez így azért tök jó. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy próbáljátok ki. Egyrészt azért, mert tök jó érzés, hogy sokkal kevesebbet szemetelsz, mondjuk a kukát ezt így is úgy is elviszik hetente, ez így van, de mégiscsak valamivel hozzájárultál ahhoz, hogy ne legyen annyi szemét. Másrészt pedig egyszerűen tényleg jó érzés az, hogy így kevesebb. Lehet, hogy ez volt pont az egyes a pont, amit mondtam. Gyere már ide! Ez így... ragyogó. Valószínűleg kapunk tőle egy vírust, vagy egy pilt. Pilt kaptunk, ami... something's wrong. Jó, itt volt egy cent valahol, úgyhogy ezt vegyük föl, megyünk tovább, megnézzük majd a shopot is mindenképpen, és itt is van a shop. Szóval mindenkinek tudom javasolni, hogy próbálja ki, mert egy idő után úgyis kötelező lesz ez mindenkinek kb. Jó, pókok nem érdekelnek azt a két centet, azért fölvesszük. Nem, kulcsot nem vesszük meg egyelőre, bár tök jó lenne következő szintre. Az a baj, hogy nagyon-nagyon lassúak vagyunk. Ja, az item roomban nem volt semmi jó. Akár újra is kezdhetnénk ezt. Shopban se volt semmi olyan nagyon érdekes. Jó, szóval ez lesz az a run, amit valószínűleg megint csak újra fogunk kezdeni. Jaj, ne már! Ezzel nem fogunk bossra se odaérni, azt érzitek. Ahogy én érzem. Pedig nekünk az kéne. Tehát, hogy azért egy pár dolog hiányzik még, Larry Junior. Egy darab Larry Junior. Semmi, hogy még egy pin mellette. Egy ilyen kis rövid Larry Juniort kaptunk legalább. Marbles! Ami nagyon érdekes. Szóval marbles. Kaptunk egy halom... trinketet. Á, szerintem menjünk tovább. Nézzük meg, hogy mire jutunk. Azt nem tudjuk, mert tele vagyunk élettel, oda nem megyünk be, mert elrontja a dealünket. Menjünk a nagy szobába rögtön. Az egy 5 centes. Jó. Ez egy nagyon idegesítő szoba, mert elég sokan vannak, és nagyon sokan ugrándoznak. Kaptunk egy pilt. Ugye ha megsebeznek minket, akkor van esélyünk, hogy gálpoljuk ezt a trinketet, amink van. Ami mondjuk nem lenne rossz, de mondjuk kellene hozzá, hogy találjunk egy másik trinketet is, hogy ez érdemes legyen. De alapvetően nem érdemes, csak azért sebződünk, hogy sebződjünk. Mármint azért, hogy gálpoljunk. Fölvesszük. Mi ez a
Ez egy Heltdown. Hát ez kiváló, akkor ez így egy elég gyors rán lesz, úgy érzem. Ha csak nem kapunk egy 9 lives-t. Közben valami erősen csípi a karomat. Ez a Heltdown az nyilván nem egy olyan, aminek úgy általában szokott az ember örülni. Pláne, hogyha összesen lehet két élete az embernek. Fire rate up. Jó legyen. Én megpróbálom. Szóval mostantól a marbles az nekünk egyáltalán nem jó. Mert gyakorlatilag nem tudunk. Nem sebződhetünk meg, mert meghalunk. Tehát nyilván Swallowed Pennyért mehetnék. Oké. Majdnem belementem Little Horn-ba. Ez a Fire Rate-ep, ez viszont tetszik. Tehát ez egy 13-as Fire Rate. Triple Shot-tal az elég érdekesen hangzik. Jó, ez megvan. Ez Lost Coin, oké. Hát nem tudjuk felvenni, mert meghalunk. Szóval ennyire egyszerű a dolog, úgyhogy Angel Deal-ekre megyünk innentől. És meg kell találnunk a shopot nagyon-nagyon gyorsan. Meg is találtuk a shopot. Igazából robbantsuk fel a Tinti Drockot, mert miért ne? Blankit. Jó, oké. Sajnos sokat nem segít nekünk a Blankit. Valamennyit nyilván igen. Van 10 centünk, megyünk tovább. Hát ha Boss Rush-ra oda tudunk érni. Hát ha. Blankit segíteni fog benne. Szóval, ja, ne semeteljetek. Nagyjából ennyi a lényeg. Nyilván nem csak ennyi a lényeg, meg ez így tök jó. Közben erőteljesen fülelek, hogy jönnek-e hozzám, mert hogy fognak jönni, viszont úgy döntöttem, hogy hát még egy Isaac biztosan belefér. Oké. Okay. 12 percnél járunk. Alapvetően bossrásra megyünk, szóval azt mondom, hogy még egy rám belefér. Nagyon jól látni fogjuk, hogy hol vannak a secret roomok. Oké. Okay. Na nézzük. Itt nincs secret room. Nem mondom, hogy olyan nagyon rossz item, de nekünk sokat nem segít ez, amink van. Szóval... egyszerűen jó kell játszani. Wow. Oké, okay, a tűzre nem megyünk rá, az biztos. Megnézzük a shopot, hogy hát van valami ott, ami minket érdekelne, nem igazán. Úgyhogy akkor secret room. Ahol? Forget me now, nem? Nincsen kulcsuk. Oh well. Így. Persze, hogy pókok vannak benne, mi más lenne? Van-e robbanós közöttetek ez a kérdés? Nem szeretnék felrobbanni. Viszont van egy... plusz szobánk, amit meg tudunk nézni, mielőtt a bosshoz bemegyünk. Illetve... van ugye egy second secret roomunk. Wow! Te sem bombás vagy. Nem 9 lives. One makes you larger, abból már eleget összeszedtünk múltkor, szóval nézzük meg gyorsan. Finger. Azt hiszem, hogy muszáj. Alapvetően damage miatt. Oké, okay, ide vissza. Mondom vissza. Úgyni. Már van két itemünk. Nem rosszak, nem jók. Utility. Leginkább.
Hello, monstro. Jó, most már csak téged kéne megölnünk itt. Alig kell már csak sebezni. Szóval mindjárt vége. Úgy mi? Kapunk egy HP upot mi? Az hát. Jó, megyünk tovább. Kérdés, meg lesz a boss rush? Oda nem megyünk be, trinketünk megvan. Bocsánat játék, ez nem a shop? Ó, ez nem a shop. Haha. Innen tudjuk, hogy az nem a shop. Egy kulcsot szeretnék, kedves játék. Mondom, egy kulcsot szeretnék, vagy esetleg egy secret roomot valahol. Ez a shop. Ez az. És nekünk innen nem kell igazából semmi. Nyilván pókoknak kell itt lenniük. Mi más lenne? Kulcs kell nekünk nagyon-nagyon sürgősen. Legalább kettő. Nem, ne üssenek meg. Lényeg az, hogy ne üssenek meg, még egy dílt szeretnék. Még egy ugrándozós barátunk van. Jó, second secret room az itt van. Kulcs, nem kulcs, ez légy. Kettő kulcs kellene nekünk. Wow. Persze, hogy pók lett ebből is. Jó, van egy kulcsunk. Ez így kiváló. Jó, egy kulcsunk van. First row, nagyon jó. Nem megyünk az item roomba. Nem. Hiába, nekünk nem ér semmit. Oké, okay, my turn. Kér nekünk még egy kulcs. Jó. Igazából a blanket miatt... Ja, nincs már blanketünk, az előző roundban volt. Jó, akkor nem szóltam. Szeretnék még egy kulcsot, hogy... esetleg egy bookwormhoz hozzá tudjunk jutni. Oké, okay, itt robbantok egyet. Csak azért, hogy ezt a chestet kinyissam, mert szeretnék egy kulcsot. Nem, maradjunk a Perthrónál. Tears-up is tök jó lenne, mondjuk. Na, egy Tears-up, megegyeztünk játék. Mit szólsz egy Tears-uphoz? Esetleg a dealben egy Nine Lives-hoz. Ez HP-up is volt? Goathead-et nem akarjuk elfogadni. Itt van egy Nine Lives. Oké. Okay. Jó. Tears down, hát ez nem egészen erre számítottam. Ugye Tears-upot szerettem volna. Lockdown, ez sem jó. Megyünk tovább. Lassúak vagyunk nagyon. Shopban már nem emlékszem, mi volt. Ugye nem kaptunk még egy kulcsot, szóval... jó. És még ti vagytok itt. Szóval kaptunk egy dealt, ahol volt egy Nine Lives.
Spertrót egészen kiválóan használtuk. Igazából őket tisztes távolságból elég könnyű lesz megölni. Kéne egy kulcs. Az új segítségével. Jó, most már csak ilyen kicsik vannak hátra. Nyilván egyszer meglőnek, akkor meghalunk, tehát hogy ezzel csak óvatosan. Itt van a kulcsom, nagyszerű. 15 centünk van. Fogalmunk sincs, hogy mi ez az... Oh, Holy Mantle. Nine Lives Holy Mantle. Azt hiszem, hogy el tudunk jutni bosszrásra. Szeretnék egy Magic Mush-t, de nem ezekből a gombákból. Szóval a Holy Mantle még jobb, mint a Blanket. Mert minden szobában van egy sebezhetetlenségünk. Na most már mindjárt meghal. Úgyni. Kapunk egy kártyát, ami egy Sun kártya, ami nagyon jó lesz nekünk. Tud gyorsítani némi dolgon itt. Jó. Ja, a Secret Room-ban nem is voltunk. Oké, ez annyira nem érdekel engem. Jó. Azt mondom, hogy nézzünk be a shopba. 22 centtel azért érdemes. Ó, te tolod a... hordót. Az nem jó. Haver, ne toljad a hordót. Nem jó az neked. Így né, bemegyünk a nagy szobába, amit már egyszer megcsináltunk, ami nem ezt a szobát, csak egy ugyanilyet. Jó, még van egy nagy fickó. Nincsen nagy fickó, és ennyi volt ez a szoba. Szeged. Jó. Nem, a kis szobában nem megyünk be most már, mert sietnünk kell, nagyon-nagyon kell sietnünk, ugye az a baj, hogy a sebességünk sem olyan nagyon jó. Az lenne jó, ha damage-ünk lenne. Tehát most már akár két szíves díleket is tudunk fogadni. 9 életnek köszönhetően. Jó, ezek legyek. Ezek a mitévő legyek. Ó, oh, Holy Mantle, köszönöm szépen. Gyerünk már! Ez az. Jó. Hello, Bighorn. Tök mindegy, hogy most vesszük fel a pénzt, vagy nem. Igen, nincsen damage-ünk, ez a probléma, továbbra is. Jó. Wow. Még a Holy Mantle-ünk épp ebben a szobában legalábbis.
Majdnem. Oké. Kész. Nem kaptunk díjat, kaptunk egy tírzapot viszont. És megyünk is tovább, mert nagyon kell sietnünk. A tírzapnak nagyon örülök. 25-ös lett a tírzetünk. Oda nem megyünk be. Mondjuk egy gapi item, akkor lehet, hogy megéri. Oh, hello, holy mental. Köszönöm szépen. És közben tekingetek kifelé. Ami nem jó, mert valószínűleg hozzám jöttek. Jó, az a kulcs, az tök jó lenne, de most nem. Ajaj. Itt baj lesz. Így van, itt baj volt. Oké. Megnézzük erre mi van, hát a körbe tudunk menni valahol. Jó. Az a szoba, az nem a szívem csücske. Szóval itt is vagyok. Elég nagyok vagyunk. És mit csináltunk meg? Egyszer meghaltunk. Ez így van. Nem kéne többször ezek szerint. Ami nem egyszerű. Jó, nézzük meg a nagy szobát. Jó, az item roomunk már megvan. Ez mondjuk jó, hogyha pókokat egy helyre tudjuk terelni a finger miatt. Így már csak valami repülés jellegű dolog kéne nekünk. Na, esetleg itt az item roomban valami repülő item. Nyilván nem látjuk, hogy mi ez. Headless baby. Ez is a valami. Na, egy magic mash belőle. Nem. Ennek ellenére ezt kinyitjuk. Pénz van benne, meg bomba, meg kulcs, szóval megérte. Jó, ezzel nagyon óvatosan. Az a mi creepünk, az jó. Az lenne jó, ha ők egy helyen robbannának, és nem rajtam. Jó, nem akarok több életet erre elpazarolni. Úgy. Itt van a második secret room, ami tele van léggyel. És itt lesz a boss majd valahol. Jó, megyünk tovább. Van 5 percünk. Ami nem, nem sok idő, hanem kevés, nyilván. Kulcsot még fölvesszük. Itt van Chad. Little Chad nekünk néha fogadni legyeket. Mondjuk az jó, ha a creepen megálló. Ó, oh, ennyi volt a holy mantelünk. Oké. Na akkor újra. Hello, Chad. És én igen elhasználok erre 3 bombát. Nem kaptunk díjat, megyünk tovább lefelé. Tehát amikor éppen nem HP kéne, amikor éppen HP kéne, akkor nem kapunk, nyilván. Milyen curse-ünk van? Curse of the Blind-unk van. Te
egy fokkal jobb a helyzetünk, mint volt a Holy Mantle-lel és Nine Lives-zal. Ugye gyakorlatilag ugyanúgy kétszer tudnak megölni minket, viszont nem függünk az itemünktől. Hogy na vajon az vissza tud-e hozni minket. Oké, ez egy elég rossz szoba. Oké. Ehhez egyszerűen nincs elég damage-ünk. Ehhez a szobához. Oké, egy meghalt. Kettő meghalt. Három meghalt. Négy. Csak szép lassan. Mondjuk van 3 percünk, azzal kéne 2 szintet megcsinálnunk most. Szóval, hogyha kiadjuk az item roomot, akkor kihagyjuk az item roomot. Talán boss rush lesz olyan jó nekünk, hogy megérje még így is. Jó. Jó, a pénz nem igazán számít nekünk. Egy itemet meg tudunk venni, ha nagyon kell. Holy Mantle. Oké, semmi baj. Legalább tudjuk, hogy nem erre kell jönni. Depth 1 még mindig. Hát ez nem lesz meg. Tehát, hogyha Depth 2-n lennénk ilyen sebességgel, az lenne nekünk az igazán jó. Ah, gyerünk már. Jó, nem erre kell jönni. Nagyon remélem, hogy erre kell jönni. Az a baj, hogy nagyon lassúak vagyunk, nincsen damage-ünk, és hogy meglőttek minket. Szóval van egy pár probléma itt most nekünk. Ez egy item room. Őszintén egy speed upgrade-nek örülnék most talán a legjobban. Egy damage up. Ó, persze, hogy greed. Ki más lenne? Oké. Jó, tök mindegy. Nem tudunk oda bemenni, mert nincs elég bombánk hozzá. Hát, lekéstük bosszrást. Még hásra jók lehetünk. Az a baj, hogy hásra nagyon-nagyon nem leszünk jók damage szempontból. Tehát, hogy ez egy borzasztó rossz hás lesz, hogyha mi ezt tényleg meg akarjuk csinálni. Hagyjátok már abba, köszönöm szépen. Megyünk tovább. Gét. Mi más lenne? Wow. Oké. Luck upgrade, nyilván. Az a baj, hogy már lekéstük bosszrást. Így van, pont most késtük le bosszrást. Wow, megütöttek közben. Nem látok semmit. Oké, nem erre jövünk. Milyen pillünk van? Gulp. És egy health up. Jó van. Oké, most nem kéne meghalni. Amiben a tüzek nem igazán segítenek. Oda nem megyünk be. A health up nekünk tényleg nagyon jó. Mert most már legalább 2 HP-nk van. Gyere már! Így hátra se fogunk odaérni. Az a baj, hogy most jó itemeink vannak. Kéne damage, tears. Yay. Oké. Meg repülés, meg ilyenek.
Tehát akkor nekünk mindenképp abba a szobába kell mennünk. Mi más? Mi más? Mi más, mint Greed? Legalább van rengeteg pénz itt a földön, szóval... Oké. Okay. Itt vagyunk az item roomban, Linger Bean. Az kb. Tök mindegy, van egy Sun kártyánk. Nyilván Mumhoz tudnánk odaérni, ha nagyon-nagyon akarnánk. Wow! Jó. Nézzük, mi van a shopban. Greed már nem lehet. Ez mondjuk tetszik, ez mondjuk Hush ellen is tök jó. Blanket. Battery Baby. Two of Diamonds. Oké. Okay. Megpróbáljuk Hush-t ezzel a dologgal. Oké. Okay. Szóval így egy fokkal könnyebb azért ez. Lépegetős mám van. Nyilván, hogy mama megát tudtunk volna szerezni, akkor bossra se odaértünk volna. Kaptunk egy delírium lehetőséget. Jó. Azt mondom, hogy ezt ne fogadjuk el. Hanem menjünk Hush-ra. Próbáljuk meg. Tehát legalább eljutunk oda. Szóval most már nem szabad felszedni a pénzt, csak úgy. Na. Ez nem volt elég. Jó. Secret room itt nem lehet. Ugye látjuk az összes secret roomot, szóval... Na most már háromszor meg tudnak ütni minket. Holy mental. Jó, nézzünk be a secret roomba. Menjünk tovább erre. Jó, már csak egy ilyen van. Jó. Nézzük meg a nagy szobát. Damage kellene nekünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Így. Nyilván egy Swallowed Pennyvel. Sokkal több mindenre jók lennénk. Wow, hello. Még akár oda is érhetünk Hush-ra. Nem mondom, hogy ez sikerülni fog. De nyilván egy biztos delíriumot oda dobtunk azért, hogy hát ha Hush-ra eljutunk. És két kéz jött le.
Wow. Ezt nem sikerült időben. Hát ez van. Jó. Megyünk tovább. Creepre nem répünk rá. A creep az gondot okoz nekünk. Jó. Nézzük meg erre. Oké. Menj innen, menj innen, menj innen. Kiváló. A chestet nem bontjuk ki. Jó, megyünk. Hello. Bloat. Persze, hogy a bloat. Mi más lenne? Ne. Ez nem tudom, hogy oldott meg. Mindenesetre van benne egy pénzünk. A probléma az, hogy ez sok mindent nem fog nekünk javítani a helyzeten. Holy mantle. Ó. Oh. Oké, a blót fog minket megölni. Ezt nem kellett volna felszedni. Ennyi volt a holy mantle-ünk. Ja, hogy az creep? Oké. Jó, akkor már tudom, hogy mi ölt meg minket. Azért így, hogy még creepet is hagy, ez így igazán nem fair. Ó, oh, ennyi volt a holy mantle-ünk. Ó, oh, túléltük. Utolsó életünkkel. Van 2 percünk, hogy ezt megcsináljuk, ami eléggé lockdown persze. Mi más lenne? Jó legyen, Whipworm. Szóval elég valószínűtlen, hogy ez így meg lesz, ha csak nem találunk nagyon gyorsan egy Emperor kártyát. Látunk rögtön egy Secret Room-ot viszont. De mint hogyha most már az az 1 cent, az segítene bármin is. Oké, a creepnek köszönhetően meghalt, szóval a Headless Baby nagyon sokat segített nekünk. Wow! Oké, most már csak ő van. Sajnos ez egy zsákutca volt. Pin. Ó, oh, ez volt, ez nagyon rossz, ez nagyon nem jó. Oké. Nem akartam elhasználni, nem tudom mit használtam el. Wow, ajjaj. Oké, már csak ez van. Jó. És most késsük rehást. Remélem megvan. Wow! És a lénynek megyek neki. Jó. Nem vagyok elég gyors ehhez. Csak úgy mondom. Meg elég nagy damage-em sincs ehhez. Oké. Okay. Egy biztos, hogy a Second Secret Room-ban, illetve a Secret Room-unkban, az a Second Secret Room, nem? Jó, lekéstük hast, hivatalosan is, hogy nem lehet greed. Éppen csak, hogy lekéstük. És itt meg is fogunk halni valószínűleg. Wow. Hello, mom.
Ennyi volt a holy mantle-ünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nem holnap egy újabb próbálkozás Isaac-kel ugyanebből. Sziasztok!